25-30 éve nem kezelték, mert nem volt rajta legelő állat semmi, azért van ilyen állapotban. Ugye kérdezték, ugye a báránypirosító, ami ugye arról kapta nevét, hogy annak idején a gyökeréből csináltak ilyen kivonatot, és a birkákat annak idején ezzel festették meg, hogy kinek, amikor összedobták egy nyájba. Ugye árvalányhajas területet látunk, egyébként ezen a területen van ugye, fekete kökölcsinünk, virágzott, vagy még virágzik néhol. Van piros madárcsiszak, mint orhidány, ami erre a homokra jellemző és jó faj. Hát most jelenleg ebből a területtel a legnagyobb probléma az, hogy mindent ilyen akácokat látunk. Most van egy területekről, meg fog történni. Erről majd ilyen tájidegen írtásra majd fogok más növényt mutatni. Sajnos most így a természetvédelmek talán az egyik legnagyobb problémája az, hogy ezek az erre kell koncentrálni. Most már olyan állapotban, hogy meg lehet fogni, és ki lehet ezeket írtani. Mint mondtam, ezeknek a gyepeknek gyakorlatilag semmi kezelés nem kell, tehát ezek így vannak, ahogy vannak. Tehát ami nyugul meg őzik el, legel rajta, annyi van. Valójában a belső részekre itt túrákat se vezetünk semmi, mert például ezek a túra útvonalakon, meg lovasok se járnak arra, tehát lehetett látni, hogy körbe járják a területet, tehát itt is elmennek, itt rálátnak a védett területre, ez éppen elég nekik. Gyakorlatilag ugye a patákkal, meg cipővel, hogy behordjuk, meg föltapossuk a területet, a gyomnövények rögtön megjelennek. És ami most például kezd probléma lenne, hogy még nem tudjuk, hogy mit kezdünk velük, és ez pont ilyen ösvények, tanösvények, meg ennek a széna sűncincor, vagy nem tudom, a átok tüske. Ami a kertekben van, aki kertje van, az épeleget killódik. Királydínje, meg a baracsivógány, meg a baracsivógány, amit nagyon-nagyon komolyan szaporodik most már, de csak a bolygatott területeken. Elé fogtam, hogy így el kellett hozni a buszból. Direkt mondom, nem hozok semmit. Nem hoztad el? De elhoztam, csak nem mondom, hogy egy tököt vittál, meg egy szőlőt, de tényleg ilyen nem sért ez azt, hogy meg fölül megfagyott, alul meg nem. Egy nádirigónak már a második éves nád is jó, sőt, nádirigó elég késő jön meg, tehát már egy most főnövő nád is jó, tehát egy vágott nádasba is még azért el tud lassan költeni. A fülemüles sitka az nem ilyen. Fülemüles sitka nádvágás után 4-5 év múlva jelenik meg, tudnélik maga táplálkozása is más, és a költése is. Tudnék, ő nem a nádra rak így, hanem a nádnak a levele, hogy lehullanak, kialakul a nád alatt egy ilyen törekes. Hát most kezdnek megérkezni, akkor lesz a költésnek a csúcsa, amikor például a szilva levéltető kezd rajzani, vagy ugye akkor, mert ugye levéltetveket teszik, igen, ugye a levelekről szedi le. Míg mondjuk a fülemüles sitke, vagy például ilyen a nádi tücsökmanár, ő meg általában pókokat eszik le, és a víz felszínéről ott próbálják elkapogatni, és hogy kajájuk legyen, ahhoz az kell, hogy legyen benne úgymond halott nád is, amit elkezdenek a különböző rovarok, tehát a hernyók, mit elkezdenek szépen lebontani, azokon van ragadozó pókok is vannak, tehát kialakul egy ilyen ökoszisztéma, és ők annak a csúcsragadozói, úgymond, míg mondjuk egy cseregő nádiposzát, ami sokkal-sokkal gyakoribb faj, ugye az megelégszik azzal, hogy a sok levéltetvet összeszedik. Függönyhálókkal fogjuk meg a madarakat. Ezek 3 méter magasak és 12 méter hosszú egy ilyen háló. És ugye ebből van, ez több mint 1,5 kilométer hosszan van itt a kolontavon kihelyezve. És akkor ebbe repülnek bele ezek a madarak. Az első.
az például egy nádi tücsökmadár. Hány gram? Ezek olyan valamivel több mint 10 grammosak, tehát ezek kicsik. Azért tücsökmadár a neve, mert ugyanolyan a hangja, vagy hát nagyon hasonló, mint a tücsöknek. Ez tipikus nádi énekesmadár, rovarokkal táplálkozik, és Afrika déli részén telel. Budapest feliratot tartalmaz, tehát ez jelenti, hogy Magyarországon gyűrűzték, hogyha külföldön is visszafogják, akkor ebből tudni fogják, illetve egy szám sorozatot tartalmaz, tehát ilyen gyűrűt nem kap más madár, tehát ez egy egyedi rendszám, és ilyenkor ezzel a fogóval ráhajlítom a madár lábára a gyűrűt, de ez ugye neki egyáltalán nem fáj, mert a gyűrű elforog, tehát az ő lábát nem szorítom abszolút, ez egy karperec, gyakorlatilag itt is sok... Divatos. Igen, sokaknak van óra, ez nem zavarja abszolút a madarat, ugye a hangját is hallatja. Tipikus nádi énekes madár ez is. Ez is ugyanúgy Afrika Szaharán túl telel. Nádi tücsökmadárra, gyakorlatilag ugyanakkor a lábuk. És akkor, ha még valaki fotózott, meg egy picit tartom, aztán hagyd menjen ő is. Hagyd menjen, szegény. Igen, így van, ez egy seregé. Ezek szoktak ilyen nagy csapatokba vonulni. Ősszel például. És akkor csak olyan sima, fekete madaraknak tűnik, de itt látszik azért, hogy ez nagyon színes madár, tehát ilyen zöldes tollai is vannak. Úgyhogy... Nem sivalkodik. Képzeld el, mit gondol? Hát az előzőkkel virágítottam, azért igazat soróval voltak. Ne bántsátok már, ne bántsátok. Nagy kocsavost épp oda szállba. Táplálkozni. Balra ott repül egy cigányrész. Csapatot lefényképezik.